Évmilliárdokon keresztül az evolúció gondoskodott rólunk. Az életképes túlélt, az életképtelen elpusztult, aztán az emberi válás során valahol történt valami, és a biológiai evolúció szerepét átvette a nemzetek evolúciója és a kulturális evolúció. Azonban ma már a globalizáció révén a klasszikus értelemben vett darwini szelekció érvényét vesztette. Ma már nem működik az, hogy az életképtelen nemzet elbukik, és közben az életképes vígan éli világát. Globális problémáink vannak, amelyekre vagy sikerül globális megoldást találnunk, vagy mindannyiunkat egyszerre temetnek maguk alá. Mind ismerjük ezeket. Klímaválság, túlnépesedés, népvándorlás, antibiotikum rezisztencia, és még sorolhatnám kikerültünk az evolúció gyámsága alól. Felnőtté kell válnunk kollektív szinten, és ez hatalmas kihívás. Talán az emberiség történetének eddigi legnagyobb kihívása. Érthető módon ez sokunkat megrémít. David Attenborough egészen odáig megy, hogy a Föld pestisének nevezi az emberiséget, ami mint a vírus addig terjeszkedik, amíg fel nem emészti a gazdatestet. De bármennyire súlyosnak is látszik a helyzet, abban az egyben konszenzus van, hogyha egy csapásra mindannyian szenté válnánk, nem szennyeznénk a környezetet, nem háborúznánk, nem túlnépesednénk, akkor bármelyik leküzdhetetlennek tűnő globális problémánkat könnyűszerrel meg tudnánk oldani. Magyarán nem a konkrét veszélyektől félünk, hanem önmagunktól. És ahogy az egyén személyiség fejlődéséhez, az önismereten keresztül vezet az út, ugyanúgy igaz ez a kollektívára is. Kollektív önismeretre van szükségünk. De vajon hogyan tehetnénk szert ilyen szintű kollektív önismeretre? Ma az internet gyakorlatilag egy idegpályaként behálózza az egész emberiséget. Az internet gyakorlatilag olyan, mintha a kollektív közös idegrendszerünk lenne. Márpedig, hogyha ez tényleg így van, akkor hogyha a netet meg tudjuk javítani, az egész világot is meg tudjuk. De vajon mégis mi a probléma az internettel? Amikor a netet létrehoztuk, akkor az első vagy eredeti elképzelés az az volt, hogy egy átlátható rendszert építünk, ahol weboldalak vannak, linkelnek egymásra, és a weblinkeken keresztül barangolva fedezzük fel a számunkra szükséges információt. Emlékeztek még a Yahoo-ra? Ugye a Yahoo az pont erre épült, összegyűjtötte a népszerű weboldalakat és weblinkeket. Aztán a neten található tartalom elkezdett exponenciálisan növekedni, átláthatatlanná vált, és jött végül a Google, a keresőmotorok és az algoritmusok átvették az információ rendszerezésének és, és kezelhető a szerepét. Aztán a keresőmotorok egyre tovább fejlődtek, elkezdtek profilokat alkotni rólunk, jöttek a személyre szabott találati sőt a személyre szabott newsfeedek hírfolyamok, és ma már az interneten gyakorlatilag, amit, amit látunk, az a, az a saját magunk testre szabott kis algoritmusok által generált tükörképe. Kiszű, kiszűrésre kerültek a kényelmetlen tartalmak, az ellenvélemények, már pedig kényelmetlen tartalmak és ellenvélemények nélkül szabad út nyílik a szélsőségek és az álhírek terjedése előtt. Eli Pariser a téma egyik legjelentősebb szószólója előre látta, és filter buboréknak nevezte el ezt a jelenséget, és felszólította a fejlesztőket, hogy az módosítsák az algoritmusaikat úgy, hogy vegye figyelembe ne csak a kattintások számát, hanem az információ igazságtartalmát és morális tartalmát is. A helyzet már odáig fajult, hogy az algoritmusok kiismerésével emberek millióit manipulálhatták és választásokat dönthettek el. Jött a Trump-szavazás, a Brexit, a Cambridge Analytica botrány, Zuckerberg kongresszusi meghallgatása, és ez mind csak a jéghegy csúcsa. A helyzet annyira tarthatatlanná vált, hogy Zuckerberg 2018-as újévi fogadalmának csak ennyit választott, hogy fix the Facebook, azaz hogy megjavítja a Facebookot. Zuckerberg idái parizor javaslatához hasonlóan szintén a Facebook szűrő algoritmusának a fejlesztésében és javításában látta a megoldást de vajon képes lehet -e egy algoritmus ilyen szintű komplexitásra? Tudhat-e ma egy számítógép különbséget tenni igaz és hamis tartalmak között? Tudhat-e ma egy számítógép erkölcsi világképet építeni, és ez alapján szűrni számunkra a megfelelő információt? lehetséges -e ez, még hogyha a legjobb szándék is vezeti a fejlesztőket? A válasz szerintem egyértelműen nem. Ehhez már legalább emberi szintű intelligenciára volna szükség a gépek részéről. Ugye Matrix, Terminátor, Ex Machina, a nő és még rengeteg film és könyv foglalkozik ezzel a témával, és teljesen egyértelmű, hogy ma még nem tartunk itt szerencsére. Bár egyébként Ray Kurzweil, a Google műszaki igazgatója és a világ egyik legjelentősebb jövőkutatója 2045-re teszi azt az időpontot, amikor nem csak hogy egy ember, hanem az egész emberiség összes agyát képesek leszünk leszimulálni. De hogy egy közelebbi példát hozzak, hogy mi történhet akkor, hogyha algoritmusokra bízzuk morális kérdések eldöntését, itt van táj példája. 2016. március 23-án a Microsoft útjának indított egy mesterséges intelligenciára épülő Twitteres chatrobotot rövid tanulás után egy folyamatosan káromkodó, szexista és fasiszta chatrobottá változott. És a Microsoftnak mindössze 16 óra után le kellett állítania az egész kísérletet. Tehát úgy néz ki, hogy itt vagyunk a 22-es csapdájában. Annyi az információ, hogy mi magunk emberek már képtelenek vagyunk feldolgozni, viszont hogyha algoritmusokkal dolgoztatjuk fel, akkor abból Születik valami torz, beláthatatlan valami, aminek semmi köze a valódi kollektív önismerethez. És mégis, hogyan léphetünk ki ebből a csapdából? Hogyan vehetjük át az algoritmusoktól ezt a szerepet mi magunk emberek, hogy fel tudjuk dolgozni ezt a hatalmas információmennyiséget? Mind a mai napig létezik egy olyan képességünk, amiben messze fejlettebbek és gyorsabbak vagyunk, mint bármilyen szuper számítógép, és ez nem más, mint a képi gondolkodás. Ismerős az a bizarr helyzet, amikor egy weboldal egyszer csak megkérdezi tőlünk, hogy vajon robotok vagyunk-e. Ugye pont erre épülnek az úgynevezett captcha és más hasonló szolgáltatások a képi látásra, hogy különbséget tudjanak tenni, hogy most egy húsvér ember böngészi az adott weboldalt, vagy csak egy számítógép rohangál rajta. Ráadásul egyes kutatások szerint több tízezerszer gyorsabban vagyunk képesek arra, hogy vizuális, azaz képi információt dolgozzunk fel, mint szöveges eredetűt. Hogyha ezt a szuperképességünket valahogy ki tudnánk aknázni, hogy a végtelen, divergens és átláthatatlan információ halmazunkból egy konvergens és átlátható képet alkossunk közösen, akkor talán arra is választ kaphatnánk, hogy Kik is vagyunk valójában? És hogy mit is jelent az a szó, hogy ember? Nos, erről rengeteget lehetne vitatkozni, de inkább megmutatom, hogy mit jelent. Bár sokan nem tudnak róla, 2017. április 1-én történelmi jelentőségű dolog történt az interneten. Megszületett az emberiség történetének eddigi legnagyobb kollektív alkotása. A Reddit Airplace néven pusztán áprilisi tréfaként útjának indított egy egyszerű 1000 x ezer pixeles képet, és azt a játékszabályt adta neki, hogy jöhet bármelyik felhasználója, és módosíthatja rajta bármelyik pixelt, de minden öt percben csak maximum egyet. Kortól, nemtől, vallástól, nem identitástól, bőrszintől, anyagi helyzettől teljesen függetlenül, teljesen szabadon és egyenlően bárki alakíthatta a képet. Három nap után ezt az oldalt leállították, és létrejött a kép, amint több mint egy millió ember alkotott közösen. És hogy mi lett az eredmény? Számtalan utalás a kultúránkra, az értékeinkre, és sehol egyetlen céltalan, obszén vagy gyűlölködő motivum. De ami még ennél is érdekesebb, az a folyamat, ahogy létrejött az Airplace képe. Most épp az egyik kedvenc részletem látszik, a nagy német-francia pixelháború. Látszik, ahogy a zászlók megindulnak a csíkozódásuk irányába, és ugye egyszer csak összeérnek, aztán elmenekülnek északnak a franciák, visszatámadnak, és a meccésben, a zsisegésből létrejön egy EU zászló. De ami itt látszik, az nem pusztán egy EU zászló létrejötte. Ez több tízezer ember nemzetről alkotott képének a mindössze néhány óra alatt bekövetkező átalakulása. Több tízezer ember mindössze néhány óra után teljesen máshogy gondolkozott hazáról és nemzetről. Ez valami egészen döbbenetes, és a végén még egy békegalambot is berajzolnak középre. És az airplace számtalan hasonló pixelharc és egymásra találás zajlott le rengeteg témában. Az Airplace történelmi jelentőségű. Megszületett az első nem szubjektív, hanem objektív tükörkép önmagunkról. Kicsit még kis felbontású, kicsit még homályos, de már az, Tökéletesen látszik, hogy mélyen belül nem egy bolygópusztító, önsorsontó pest is vagyunk, hanem valami végtelenül színes és fantasztikus lények, amikre büszkék lehetünk. És az is látszik, hogy abban a pillanatban, ahogy valós tükröt kapunk önmagunkról, milyen gyorsan vagyunk képesek arra, hogy változzunk és fejlődjünk. Az Airplace katartikus élmény volt az összes résztvevő számára, és számomra is az végignézni ennek a 72 órának a történéseit mind a mai napig. Oké, okay, ez mind fantasztikus és hihetetlen, de vajon hogyan tovább? Mi lehet a következő lépés? Nyilvánvaló, hogy ezerszer-ezer pixelre nem fér fel a komplet internet. Viszont, hogyha csak simán a végtelenségig növelnénk ennek a képnek a felbontását, akkor újra ugyanott tartanánk, kapnánk egy végtelen szerteágazó, divergens és átlátható információhalmazt, nem konvergálna egy, egy közös tudatunk megtestesülése felé, nem jönne létre egy átlátható és struktúrált kép önmagunkról. Évekig kísérleteztem a megoldással, és a hatodik prototípus megépítése után sikerült áttörést elérni. Létrejött az a dinamikus felbontású és teljesen demokratikus szabályrendszer szerint működő kép, ami már alkalmas lehet arra, hogy a vázát adja a kollektív tudatunk teljes komplexitású megtestesülésének. A felhasználói teszt, tesztek során kiderült, hogy gyakorlatilag sikerült megcsípni a probléma gyökerét, és tökéletesen működik a képi evolúció. Ugyanakkor az is kiderült, hogy ez a weboldal annyira különbözik minden eddigének a működésétől, hogy technológiailag is gyökeresen új megoldást igényel. Gyakorlatilag kiderült, hogy egy teljesen új programozási paradigmát kell megteremteni, hogy a rendszer globális méretekben is működni tudjon. Jelenleg is ezen dolgozom, és ezt fejlesztem, és a cél az az, hogy végül az internet ne csak kereshetővé, hanem átláthatóvá is váljon. És mégis, hogyan fog mindezt kinézni? Nyilván ez csak akkor lesz látható, hogyha már ténylegesen kész lesz. De az kifik világában rábukkantam egy példára, hogy mégis nagyjából milyen élmény lehet majd. Nem azok jön. Ezek a fények a bolygón élő embereket jelentik. A fehérek az embereket, mutánsok. keresztül rájuk csatlakozom. Ők pedig rám. Látja, Logan? Nem vagyunk olyan egyedül. A videón az X-Men című filmből a gondolatolvasó képességekkel rendelkező professzor X volt látható a tolószékben. És ő a Cerebró segítségével képes arra, hogy egyszerre lássa az összes embert a Földön. Amikor elkészül a projekt, az valami egész hasonló élmény lesz. Igaz, nem fognak virtuális valóságban repkedni az efektek a fejünk körül, és nem fogunk egymás gondolatában direkt módon olvasni, de a kollektív tudatunkat látni és alakítani tudjuk majd. Mindannyian professzor lehetünk, és egyszerre láthatjuk valós időben az összes embert. Ráadásul nem csak egy random földtérképen leszünk szétszórva, hanem ténylegesen a közösen létrehozott valódi kollektív elmetérképünkön. Képzeljetek el egy netet, ahol az érzéseink és a gondolataink képi motivumokká struktúrálódnak, és ösztönösen barangolhatjuk be őket. Hogyan találhatunk majd társat, barátokat egy ilyen térben? Képzeljetek el egy olyan netet, ahol a különböző nemzetek és ideológiák pixel háborúkat vívnak majd, és nem valódi háborúkat. Képzeljetek el egy átlátható netet, ahol nem mindenféle algoritmusok és szubjektív szerkesztőségek fogják azt megszabni, hogy mit lássunk, hanem mi magunk. De akárhogy alakuljon is, egy dolog biztos. A kollektív tudatunk fogja meghatározni a sorsunkat. Tehát a kulcs a jövőnkhöz az az, hogy megismerjük, mire élik bennünk valójában. Márpedig a kollektív önismerethez az információ valódi demokratizálásán keresztül vezet az út.